Gyors és környezetkímélő robogókat kaptak a közterületfelügyelet dolgozói. A városvezetés fejlesztésének köszönhetően sokkal hatékonyabbá válik a közterületfelügyelők munkája. 6 fürke robogóval egészült ki az újpesti közterületfelügyelet Király utcai bázisának járműparkja. Ennek köszönhetően már az 50 köbcentis motorok is garantálják a gyors és hatékony munkavégzést. Az újpesti közterületfelügyelet november 15-én kapott 6 darab robogót. A önkormányzatnak a vezetésének az volt a célja, hogy még hatékonyabban tudjunk dolgozni, illetve hogy a reagálás és kiérkezési időt azt még kevesebbé tudjuk lecsökkenteni. A lakótelepeken nagyon ki fogjuk tudni használni a robogókat, hiszen ott azért nem olyan szélesek az utak, hogy autóval be lehessen menni, illetve a zöld területek védelmében és az ebrendészeti szabálysértéseknél is nagyon ki fogjuk tudni használni. Bár lassan beköszönt a tél, a közterületfelügyelők, amíg az idő engedi, a kétkerekűeket is bevetve teljesítenek szolgálatot. A kiegészítő felszerelés pedig nem csak a biztonságukat garantálja, de az egymással és a központtal való kapcsolattartásra is lehetőséget ad. A bukós is aki speciális, hiszen a vezetés arra is nagyon odafigyelt, hogy nehogy véletlen baleset legyen, és összetörjék magukat a kollégáim, és súlyosabb sérülést szerezzenek ezáltal, és ezért speciális ruhát kaptak, ami azt jelenti, hogy két részből áll. Az egyik az alsó rész, ami természetesen térdvédővel el van látva, és a felső résznél pedig a könyökvédő, illetve a bukós is aki speciális, hiszen a telefon be van építve ezáltal, vezetés közben is tudják egymással tartani a kapcsolatot, illetve a központtal.